egyensúlyaim. Tiszteletben köszöntök mindenkit az egyetemi könyvtár vezetése nevében, a Szeverényi Gábor vagyok, könyvtár főigazgatója, és hát a protokoll meg a hagyomány ránk testát azt a feladatot, hogy megnyisson a kiállítást. Na, ezért nem egészen fel, mert a kollégáknak kéne megnyitni a kiállítást, amit csinálták, tehát a professzorúnak viszont szerencsére meg is fogja nyitni az érdemi részét. A kiállítás a Primo könyvtárban egy gyakori jelenség, minden évben próbál a helyi stáb egy valamilyen aktualitással vagy bármilyen más tematika okán kiállítást szervezni. Kicsit közhelyszerűen én is szokott azt hozzá önöknek, a Primo könyvtárnak az állománya az olyan gazdag, hogy szinte bármilyen témáról lehet kiállítást csinálni, és ez minden közhelyed is tulajdonképpen igaz, tehát tényleg lehet. De viszont ritkán van olyan alkalom, amikor ennyire jó konstellációban áll össze egy kiállításnak az anyaga, mint ez a mostani. Ugyanis a könyvtárban, bár ez egy múzeum könyvtár, nem mindig triviális könyveket még kiállítani külön, mint kiállított tárgyakat. Ráadásul most egy modern könyvnek az apropóján vannak régi könyvek kiállítva. Mely könyvet egyébként egy pécsi professzor, és díszpolgára írta a pécsi irodalmi életéről, irodalmi történetéről. És innentől kezdve a kiállított anyagok professzor műve, és majd amiket elmondoznak különösen, meg azok az anyagok, amiket itt láthatnak, azok egy ilyen metatörténetté formálódnak össze, tehát többet ad az egész, mint amennyi a részei. Tehát többet meg tudhat befogadni, mint amennyit esetleg meg tudna, akár a könyvet olvasva, akár a műveket külön-külön nézve, akár itt a Pécsváros közepén lévő Primo könyvtárnak a figyelőjében körbefutva. Úgyhogy én ezekkel a gondolatokkal átadom professzorúnak a szót, és akkor megkérem, hogy a kiállítás szakmai részét is. Köszönöm Szeverényi Gábor főigazgató úr kedves szavait, és mivel kapcsolatba hozott engem ezzel a történettel, ehhez fűződve elmondom, hogy ez a történet számomra idestóva 50 éve kezdődött. Pályakezdőnek mondható tanárként bekopogtattam Lovász Pál lakására, aki nagyon barátságosan fogadott, szinte megtisztelő nyájassággal, kedvességgel dokumentumokat mutatott, és arra biztatott, hogy egyszer írjam meg a pécsi irodalmi művelség történetét. És mint egy ennek zálogaként adta a kezembe ezt a füzetet, amely Surányi Miklós elnöki megnyitóját tartalmazza a János Pannonius társaságban, és Lovász Pál kedves dedikációt írt bele, engedjék meg, hogy felolvassam. Nagy Imre barátomnak, a pécsi irodalmi művelség mentőjének, szeretettel 1973. szeptember 29-én Lovász Pál Surányi Miklós emlékezetével. Hát mondanom sem kell, hogy mennyire meghatott az, hogy barátjának nevezett, és a pécsi irodalom mentőjének a címét látott el engem, és ez a füzet, ennek számomra nagy súlya van, mert mint egy feladatot kaptam Lovász Páltól, amit ugyancsak később tudtam teljesíteni, 2008-ban kezdtem el írni ezt a történetet, amely könyvalakban, ami itt látható, 2013-ban jelent meg Öttorony címmel. Ez a könyv címével együtt ihletője ennek a kiállításnak, ha szabad mondanom, és meg kell indokolnom, hogy miért is ez a címe. Nyilvánvalóan azért ismert ez az öt torony, ez az öt templom, ez Pécs városnak a szimbóluma, címereiben is benne van, de számomra ennek a címnek, hogy öt torony, van egy másik jelentése is. Amikor elgondolkodtam azon, hogy a pécsi irodalmi művelségnek milyen rendszere képzelhető el, akkor arra gondoltam, hogy a város szellemisége az intézményeiben lakozik. Ezek az intézmények táplálják, serkentik, és mai szóval szponzorálják
az irodalommal kapcsolatos eseményeket, és én 5 ilyen intézményt találtam, ezért is 5 torony a címe ennek a könyvnek. Ez a pécsi püspökség olyan neves személyiségekkel, mint Vilmos püspök, vagy egyetem alapító, Szepesi Ignác, aki ezt az épületet létrehozta, ahol most vagyunk. A második torony a püspökség és az egyház keretei között létrejött egyetem 1367-ben Nagy Lajos királyunk segítségével és érdeméül. Itt majd az első tárlókban Nagy Lajosnak az adománylevelét láthatják, és az egyetemmel kapcsolatos dokumentumokat is megszemlélhetik. A második torony, bár nem lehet tudni, hogy a középkori egyetem meddig működött, lehet, hogy csak rövidebb ideig, de hagyományt teremtett. Valamilyen módon valamiféle felső oktatás Pécsett mindig volt. Így 1923-ban a Pozsonyból elmenekült Erzsébet Tudományegyetem ide került, és ez olyan lendületet adott a két világháború közötti pécsi kultúrának, amit majd egy soron következő kiállításban lehet elmondani. A harmadik torony a könyvtár. Ez a könyvtár, ahol most itt vagyunk, Klimó György püspök nagy műve a 18. században, az ország első nyilvános könyvtára, tehát nem csak a tudósoknak, hanem az egyszerű olvasóknak is kinyitotta ennek a könyvtárnak a kapuit, és ezt tette lehetővé, hogy a Pozsonyból elmenekült pécsi egyetem ide kerüljön, volt mire alapoznia. Aztán jött a polgári korszak és a negyedik torony, a színház. A Pécsi Nemzeti Színház több mint 100 éves már, és olyan személyek kapcsolódnak hozzá, mint dr. Németh Antal, aki a múlt század második felében a Pécsi Nemzeti Színház rendezője volt, vagy I. és Gyula, aki túlzás nélkül a színház házi szerzőjének lehet nevezni, és végül az ötödik torony a sajtó. A pécsi lapok és folyóiratok gyűjteménye, amikre most itt ráteszem a kezemet, ezzel kapcsolatban majd az egyik tárlóban a pécsi Aurora egyetlen példányát is láthatják, Balogh Károly művét a reformkorszakból. Azzal folytatnám, hogy, és ezt hangsúlyoznám, hogy a magyar városok közül, Pest-Budát is beleszámítva, Pécs város az egyetlen, amelynek 1000 éves irodalmi művelsége folyamatosnak mondható kultúrája van. Ez nem akármi. Mi nem akármilyen városban lakunk, és ennek a történetnek a teljessége tulajdonképpen akkor világosodott meg előttem, amikor Lovász Pál biztatásának kései eredményeként ezt a könyvet megírtam, illetve az ezzel kapcsolatos kutatásokat elvégeztem. Akik most itt vannak, hölgyeim és uraim, önök ebben a könyvtárban egy időutazásnak lehetnek a részesei. Ezek a tárlók az évszázadoknak a letéteményesei, és a középkortól kezdve egészen 1923-ig ennek a pécsi irodalomnak a dokumentumait láthatják. Itt van, mint mondtam, Nagy Lajos adománylevele, itt vannak a püspökséggel kapcsolatos korai dokumentumok, itt van természetesen János Pannoniusnak néhány tárgyi emléke, egy rendkívül jelentős kiadása, és itt vannak a nagy örökösei, már a török kor nagy pécsi
főpapjai, Olá Miklós, az egyik művét, az Attilát láthatják az egyik tárlóban, mert amikor vége lett a Magyar Királyságnak, vagy úgy tűnt, hogy vége van, akkor Olá Miklós megírta, hogy mi volt ez az ország. Ezért adta a Hungária címet a művének, és mivel ő pécsi főpap volt, ezért a Hungáriának egy szép részlete, Pécs egyik legfontosabb leírása. Elmondja többek között azt, hogy a Tettyepatak mentén 40 vízimalom működött, ez ugye a pécsi malomiparnak, bőrművességnek lett később az otthona, a Tettyevidék, és milyen kár, hogy ezt a patakot később a föld alá kényszerítették, ahol nem tudni, hogy mit művel ez a patak, de jobb lenne, ha kint lenne szabadon, és egy szép sétányt lehetne melléje alakítani. Olá Miklós. Aztán itt van Dudics Antalnak a könyve. Ő is pécsi főpap volt, püspök, és a tridenti zsinaton, amely akkor ülésezett, 5 nevezetes beszédet mondott, és ezzel az 5 beszéddel Dudics András tematizálta a tridenti zsinatnak a gondolatmenetét. Később nagyon kalandosan alakult az élete, mert amikor Lengyelországban volt, egy fogadáson az udvarhölgyek egyike szinte elájult, annyira megrettent Dudics Andrásnak a látásától, és amikor a barátnői megkérdezték, hogy mi van veled, mi történt veled, azt mondta, képzeljétek, azt álmodtam, hogy ez a férfi vesz el engem feleségül. És mondták neki, hogy hát az álom ezúttal csalóka volt, mert egy püspökről van szó, aki téged nem vehet feleségül. És hát mit tesz Isten, később Dudics András kilépett az egyházi rendből, és a hagyomány szerint éppen ezt a nőt vette feleségül. De keresztény hitét megőrizte, és most egy nemzetközi tudós társaság dolgozza fel szerte ágazó levelezését, több tucat kötetre terjedő anyag ez, többek között Rotterdami Erasmusnak volt a levelező partnere. Sorolhatnám a neveket, de a világi műveltségnek is itt láthatják egyik jelentős termékét, Istvánfi Miklósnak a történeti művét, ami arról nevezetes, hogy nem csak a magyarok számára, hanem a külföldi olvasók számára is, mint egy képet adott a magyar történelemről. Ez a baranyai származású tudós ezzel a művével a pécsi irodalmi műveltség egyik fő alkotását hozta létre, és ez már a török kor. A törökök 1543-ban foglalták el a várost, és hadd mondjam kicsit mentségükre, hogy nem csak romboltak, hanem építettek is. 3 jelentős török férfit kell megemlíteni, az egyik Idris Baba, akinek a türbéje ma is létezik, és még a 19. században is jöttek zarándokok, muszlim zarándokok, hogy tiszteletüket lerúlják Idris Baba sírja előtt. A másik Evlia Cselebi, a világutazó, aki Pécset többek között, most jól figyeljék, mit mondok, mert egy kicsit idézőjelbe teszem, tehát Evlia Cselebi Pécset meglátogatta a nagy görög bölcselőnek, Plátonnak a sírját. A leírások szerint ez valahol a kórháztéren lehetett, Evlia Cselebi le is írja a síremléknek a szövegét. Tehát nagyon hitelessé akarja tenni ennek a legendának a pécsi kötődését. Evlia Cselebi Pécset iremkertjének, a mennyei paradicsomnak nevezte, mert annyira szépnek tartotta ezt a várost, és keleties túlzásokkal szinte rajongó leírást adott róla. És ne feledkezzünk meg Pecsevi Ibrahimról. Én nagyon örülök, hogy ennek a tudós történésznek már szobra van
a Jakovári Hasszán dzsámi előtt, mert épp úgy hozzátartozik, noha nem keresztény volt, noha nem magyar volt az anyanyelve, de épp úgy hozzátartozik Pécs kultúrájához, mint később a horvát klasszikus Miroslav Kleža, aki szintén Pécsett a hadaprózisiskolának a növendéke volt. Ők hozzátartoznak Pécshez, épp úgy, mint mondjuk Franz Kafka, hozzátartozik Prágához, noha német író volt. No, így haladunk előre az időben, és hadd említsem ennek a török kornak a legfontosabb emlékét, a pécsi disputát. Ennek egy példányát látják az egyik tárlóban, itt kincsek vannak, nem csak a pécsi misszálé, hanem a pécsi egyetemi beszédek, és a pécsi disputa szövege is itt van. Ez a pécsi disputa arról nevezetes, hogy békés, tudós diskurzus volt Válaszuti György, unitárius lelkész és Skarica Máté, református prédikátor között. Előtte megbeszélték, hogy miről akarnak vitatkozni, és a város lakói gyülekeztek a Mindenszentek templomban, amelynek a falán emléktábla örökíti meg ezt az eseményt. Még a katolikus pap is jelen volt és meghallgatta a vitát. El kell mondanom Válaszuti György kapcsán, hogy mint tudjuk, az unitáriusoknak Erdélyben volt a központjuk, de amikor a katolikus Báthori került a fejedelmi trónra, akkor ők jobbnak látták eltávozni Erdélyből, és idejöttek Pécsre. Itt Pécsett egy nagyon jelentős unitárius szellemi központ jött létre, Válaszuti György mellett Bogáti Fazekas is ennek a körnek volt a tagja. És ki ne felejtsen Telegdi Miklóst. Telegdi Miklós püspök nem járt Pécsett. A török időkben a püspökségnek, mint szellemi intézménynek el kellett távoznia a városból. De Telegdi Miklós minden könyvén, ami itt van, azon is büszkén hangoztatja, odaíratja, hogy ő Pécs püspöke. Tehát ez az intézmény a török időkben is folyamatosan működött. És akkor a törökök kiűzése után a jezsuiták és a pálosok kora következett. Nyilván ismerik Virág Benedek történetét, de talán nem tudják, hogy a Liceum templom akkori pálos kolostor egyik tornyának a torony gombjában Virág Benedek egyik versének a kézirata van elrejtve, mint egy a múlt idő tanújaként, és hát a jezsuita Faludi Ferenc pedig ugyancsak fontos éveket töltött el Pécsett. Van egy kép, amit Toldi Ferenc készítetett el a Faludi műveinek a kiadása elé, és ezen egy fiatal jezsuita papot látunk, ki van nyitva az ablak, az íróasztala mögött, és Rómára lehet látni. Faludi Ferenc ugyanis a magyar zarándokok római gyóntatója volt, közvetlen belső kapcsolatban a pápai udvarral és a pápa személyével. Jelképes az a kép, egy magyar író Rómában magyarul szöveget ír. És hogyha Faludi alakját kicseréljük Mikes Kelemenével, és Róma helyett a Boszporuszt látjuk, vagy ha Faludi helyére Besenyei Györgyöt képzeljük, és a Schönbrunnt látjuk az ablakon, akkor ez egy magyar szituáció. Egészen Márait is említhetném San Diego-val, hogy egy magyar író külföldön is a magyar anyanyelv, mint otthon részesévé tud válni. Virág Benedeknek a magyar históriáját fogjuk itt látni, ki van nyitva, és egy ábrát látunk, azt a jelenetet, amikor Álmos fejedelmet megválasztják a vezérek, és azt mondják neki, hogy amerre te mész, meg az utódaid, arra megyünk mi is. Sajnos Virág Benedek csak Mohácsig írta meg a történetet két kötetben, mert amikor a tanítványai biztatták, hogy írja tovább, azt mondta, édes fiaim, nem, nincs szívem, nem tudom tovább írni, mert sírva fakadok. Ennyire meghatotta az a tragédia, amely Mohács után következett. De lassan átlépünk
a polgári világi korszakban és a pécsi színészetnek látjuk dokumentumait. Dériné nagyon fontos éveket, hónapokat töltött Pécset, az Elefántos házban lépett föl. Az emlékirataiban beszámol pécsi élményeiről, dicséri a pécsi publikumot, és itt dolgozott egy ideig Lendvai Márton, a nagy hősszínész, ugye bánkbán alakítója, aki Pécset is próbált egy színházi gazdagságot létrehozni. Színlapokat is fogunk látni, sőt egy súgókönyvet is megfigyelhetünk. A színház után most vessünk egy pillantást, majd önök ezt megtehetik, a pécsi polgári irodalomra. Ott fogják látni két tragikus sorsú, fiatalon elhunyt pécsi költőnek a naplóját, dokumentumait, az egyik Kócián Sándor, aki 20 éves korában meghalt, és tehetséges, bár nem önálló hangú. De hát hogy is lehetne önálló hangú, amikor 20 éves korában meghalt? Egy kicsit helynés verseket írt, amikor olvasjuk, akkor azt hiszük gyanútlanul, hogy Levicki Gyula szövegeit olvassuk. De a legfontosabb műve a naplója. Ez a napló nem csak egy hányadott sorsú, szerencsétlen tehetségnek a történetét meséli el. A Ferenciek utcájában az egyik házon van egy emléktábla, hogy itt lakott Kócián Sándor. Hát ebből annyi igaz, hogy két hónapig ott lakott és ott halt meg, mert korábban mindenhonnan kitették őket, mert hát nagyon szegények voltak, és nem tudták a lakbért fizetni. A naplója mindenről beszámol, beszámol a gimnáziumról, a Széchenyi téren álló gimnáziumról, amelyben első sikereit aratta, és elmond egy szép történetet. Ez a 18 éves fiatalember beleszeretett egy nála 15 évvel idősebb nőbe, és ennek a szerelemnek szomorú vége lett, mert hát a nőknek, mint tudjuk, nem elég a boldogság, férhez is akarnak menni, és erre ez a beteg, vagyon nélküli fiatalember nem volt alkalmas. Megjelent egy katonatiszt, és ez a hölgy őt választotta. Ez rendben van, megértjük. De azért nagy kár, hogy Polin, így hívták a nőt, elment Sándorhoz, és visszakérte a leveleit, amelyek nagyon szép levelek voltak, legalábbis a Sándorunk ezt mondja. Na most, hogyha ezt nem teszi meg, ha nem ilyen szemérmes, és ezek a levelek megvannak, akkor egy tárlóval többet lehetett volna most elkészített. A másik pedig a tragikus sorsú, 14 éves korában öngyilkos Karai Ilonának a története. Őt Vörös Sándor és Károly Ami fedezte föl, mint nagy költői tehetséget. Aztán a század második felében olyan szerzők is vannak, akik nem maradtak meg Pécsett. Pécs emlékét magukkal vitték, de a város nem tudta őket megtartani. Ilyen volt Vikár Béla, aki a felső reálnak volt a diákja, és később ő belőle lett a híres népdalgyűjtő, egy cigány emberrel a mázsás fonográf berendezést tologatták szerte az országban, és hozták létre az utolsó pillanatban a magyar népdaloknak egy gyűjteményét, amit meg később Kodály Zoltán is nagy hasznát vette. Ez a Vikár Béla a Kalevala fordítója volt, a Kalevala egyik példányát fogjuk látni az egyik tárlóban. A másik Szenteleki Kornél. Az egyik belvárosi házon emléktábla van, hogy ott született, de az egyetem elvégzése után egy küldetést vállalt. A délvidékre ment, hogy ott az elszakított területen a magyar irodalomnak az összefogója, összegyűjtője lett. A folyóiratának ezért adta azt a címet, hogy Kalandja,
a kalandja egyik példányát itt fogjuk látni, és mellette a főművét, egy szép regény, az Isola Bellát, amely egy itáliai történet, egy Szabolcs nevű magyar értelmiségi fiatalember, és egy dán nőnek, Ingének nagyon szép szerelmi históriája. És ha már az Isola Bellát említem, az egyik mellette lévő tárlóban Surányi Miklós Kantáte című regényének egy példányát láthatjuk. Ez a Kantáte Pécset játszódó történet, hogy úgy mondjam, a pécsi mauzóleumnak egyik nagyon szép szövege, egy régen Richard nevű zenésznek, zeneművésznek a tragikus szerelmi története, aki beleszeret nevelt lányába, és ennek a szerelemnek tragikus vége lesz, és van egy mellékszereplője ennek a regénynek, Gyömörei Zsigmondnak hívják, aki egyszer elindul az éjszakai Pécset, ha fogjuk a kantátét, és olvassuk a szöveget, hogy merre megy a Gyömörei Zsigmond, akkor bejárhatjuk a belvárost, a Pimó utca, a kórháztér, ahol működik ugye a cigányzene a fogadóval, a Ferenciek utca, a Széchenyi tér, vissza a Székesegyházhoz. Ezek nagyon fontos dokumentumok, de ki ne feledjen Babis Mihály, aki pécsi diák volt, és amikor már halálos betegen Vörös Sándor szóba hozta neki Pécset, akkor többször kimondta beteg torkával, ezt már nem tudta, de a tollával igen, leírta a Pécs nevét, és az utolsó Pécs szót csupa nagybetűvel írta, hát talán ezzel jelezte, hogy milyen fontos volt neki ez a város, ugye elég, hogyha az utca Este felé című versre, vagy az emléksorok egy régi pécsi Uszadára című versre, vagy itt láthatjuk a Timár Virgil fia című regényét, amely Pécset játszódik, részben Pécset játszódik, egy pedagógusnak, egy szerzetesnek és egy kedves tanítványának a történetét meséli el. A Timár Virgil fia, Babis szép regénye, átvedett bennünket abba a korszakba, amely már a régi századforduló. A régi századforduló Pécs számára nagyon viharos volt, nem csak a háború miatt, hanem a szerb megszállás miatt is, de érdekes, hogy a kultúra nem lankadt, sőt, hogyha a Csuka Zoltán könyvére pillantunk, vagy a Molnár Farkas által díszített Krónika című lapra, akkor láthatjuk, hogy ez az időszak is milyen fontos eredményeket hozott a pécsi irodalom történetében. És eljutunk, bár a rendezők nagyon helyesen úgy döntöttek, és ez megint az én könyvemnek tudható be talán, hogy 1923-ban be van fejezve, mert akkor jön ide az Erzsébet Tudományegyetem, és Pécset új világ kezdődik. Ez egy új történet, ezt majd meg kell írni, be kell fejezni, és megérték a lányok, meg a főigazgató úr, hogy majd egy következő kiállításon talán arról is lehet majd számot adni. De az egyik tárlóban már láthatjuk a Minervát, ugye a Kerényi Károlynak, meg a Tineman Tivadarnak, a Pécsi Egyetem professzorainak a szellemtörténeti orgánumát, és ha említem, hogy kik voltak akkor itt az Erzsébet Tudományegyetemen, Tolnai Vilmos professzor, Tineman Tivadar, Fülep Lajos, amikor a Fülep Lajosról szóló tanulmányomat írtam, ami majd talán ennek az új könyvnek egyik fejezete lesz, akkor az akadémia kéziratárában megtaláltam Fülep Lajos egyik pécsi előadásának a vázlatát, és a híres Adi esszéjének a kéziratát, amely olyan hitelesen rögzíti Adi Endre éjszakai vallomását a magyarságáról, hogy olyan, mintha magát Adit hallanánk. Szóval 1923-ban itt most befejeződik a történet, de reméljük, hogy folytatódni fog. Erre Várkonyi Nándor is szinte parancsot ad számunkra.
aki ebben a könyvtárban dolgozott, egy emelettel lejjebb van egy emlékszobája, meg lehet nézni, és minden könyv átment a kezén. És még ezek a szobrok is kötődnek hozzá, ha egy anekdotát elmondhatok. Az 50-es években, annak elején nem kifejezetten szakemberek is voltak ennek a könyvtárnak a vezetőségében, és az egyiknek szemet szúrtak ezek a szobrok, és azt mondta, hogy hát ezek bizony valami reakciós régi figurák, ezeket el kell távolítani. Erre Várkonyit figyelmeztették, és akkor ő közbelépett, és azt mondta, rámutatva Arisztotelész szobrára, azt kérem, Arisztotelész elvtárs, a marxista filozófia előfutára, ott mellette pedig Titus Livius elvtárs van, a marxista történetfilozófia előfutára. Ez meggyőző ér volt, úgyhogy a szobrok maradtak, és most néznek ránk, és várják, hogy az itt elhangzott ígéretek azok megvalósuljanak, ha Isten erre lehetőséget ad, és remélik, hogy ezek a szobrok, hogy a kíváncsiságuk fölébredt annyira, hogy most fölkelnek a székükről, és megnézik ezeket a tárlókat, és ebben a reményben én ezt a mai kiállítást szeretettel megnyitom, említve azokat a munkatársakat, volt tanítványaim is, köztük vannak szép számmal, akiknek eredményeként láthatjuk ezt a kiállítást, és ezzel a gondolattal megnyitom ezt a kiállítást. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen professzor úr megnyitó szavait, még egy, tényleg csak egy pár pillanatra egy technikai információt szeretnénk elmondani itt a kiállítással kapcsolatban, és utána majd helyet is fogunk csinálni, hogy meg tudják nézni a kiállítást. Ugye elhangzott itt, hogy a mi osztályunk készítette ezt a kiállítást, szeretném megemlíteni név szerint is a kollégáimat, Szirek Márton, dr. Gönci Andrát, Méreg Martint és Molnár Dávidot, aki azért nem áll itt mellettünk, mert azt mondta, hogy ő fényképezni szeretne. És ma reggel, amikor végigjártuk a kiállítást, egyrészt ezt szeretnék visszautalni még arra is, hogy miért jött létre ez a kiállítás. Igazából azt gondolom, hogy ez így evidens volt, hogy egyszer ennek így meg kell valósulnia, mert hogy professzor úr rengeteget járt ide hozzánk kutatni, és hát hogyha belelapoznak a könyvbe, ott nagyon sokszor ott van, hogy igen, ez a könyv a Krimó könyvtárban található, és úgy gondolom, hogy ezt a kiállítást meg kellett rendeznünk. Mi szerettük volna megmutatni azt, ami a könyvben van, természetesen nem minden került ki, viszont van olyan is, ami a könyvben nincs benne, tehát kicsit azért más, de egymásra reflektál a kiállítás és a könyv. És nem csak a könyv és a kiállítás, hanem a kiállítás egyes vitrinje is. Ma délelőtt végig jártuk és megmutattuk egymásnak azokat a részeket, amiket mi készítettünk, és mindenki örömmel mutogatott az egyes installációkra és vitrinekre, hogy ja, hát igen, ez a tiekben is ott van és az enyémben is, úgyhogy nem fogok mondani ilyeneket, hogy mit érdemes megnézni, próbáljanak meg megtalálni ilyeneket. És szerintem lesz, tehát az idézeteket olvasva, a könyvekbe belenézve, egy vitrinnel odébb menve, akkor látni fogják, hogy minden összekapcsolódik egymással, akár korszakokon átívelve is. Még egy picit a kiállításnak az elkészültéhez, minden egyes vitrin felett van egy kis ismertető felirat, és szerettük volna itt megjelentetni ezt az öt tornyot, tehát ezeket az intézményeket, hogy mindenen van egy ilyen picike kis ikon, amin láthatják, hogy mely intézményhez kapcsolódik, van amelyik több mindenhez is. És mivel ugye ez egy irodalmi kiállítás, és mivel vitrínben vannak a könyvek, nem nagyon lehet belelakozni, azért mi mindenhol kiemeltünk egy számunkra kedves idézetet, vagy amit nagyon frappánsnak találtunk ehhez a vitrínhez. És hát reméljük, hogy kedvet fog csinálni nem csak a Nagy Imre professzor úr könyvének az elolvasásához, hanem ezeknek a műveknek az elolvasásához is ez a kiállítás. Mert hogy úgy gondolom, hogy az irodalom azért úgy él, hogy nem vitrínben nézzük a könyveket, hanem olvassuk is ezeket a műveket. Nagyon sok mű egyébként újabb kiadásokban megtalálható a könyvtárban, úgyhogy remélem, hogy lesz olyan, amit kézbe fognak venni. És még egy-két köszönet nyilvánítást szeretnénk megtenni. Egyrészt Balogh Fanninak szeretnénk megköszönni az arculatot, amit nekünk a plakát készítésével és ezeknek a kis torony ikonoknak
hozzáadásával adott a mi kiállításunkhoz, és nem csak az egyetemi könyvtárnak a gyűjteményeiből és a Primo könyvtárból találhatóak itt könyvek, hanem kaptunk más intézményektől is anyagot. Szeretném köszönetet mondani a Magyar Nemzeti Levéltár Baranyi megyei levéltárának, a Csorba Győző könyvtárnak, kiemelten a helytörténeti gyűjteménynek és a Janus Pannonius Múzeum régészeti osztálynak, ahol itt szintén kaptunk néhány tárgyat. És még azt szeretném elmondani, hogy ezzel nem ért véget, hogy ez a kiállítás itt elkészül. Ugye mondtam, hogy itt azért sok minden érdekes dolog van még mellette, meg hogy be lehessen nézni a könyvekbe, vagy egy-két lapot meg lehessen nézni. A blogunkon el fogjuk indítani, még nem teljesen döntöttük el, hogy vitrinenként, témakörönként, időszakonként, de valamilyen formában, időszakosan fel fognak kerülni ezek az anyagok, ahol sokkal bővebb információk lesznek, és bele lehet majd nézegetni ezekbe a könyvekbe, nagyon sok kép is lesz. Katalógus is fog készülni a kiállításhoz, reményeink szerint az is nem sokára fel fog kerülni a honlapra, úgyhogy mindegyik elérhető lesz. Múzeumunk éjszakáján professzor úr elvállalta, hogy még fog tartani itt egy vezetést nálunk a Primo könyvtárban, tehát június 22-én 18 órakor, hogyha van egy ismerősük, akinek szívesen ajánlják, akkor mindenképpen mondják, hogy érdemes lesz ide eljönni, és szeretnénk kicsit nyitni a város felé is, hogy az iskolások, középiskolások, általános iskolások is megismerjék ezt a kiállítást, Nagy Imre tanár úr könyvét és a pécsi irodalmat egy kicsit közelebb vinni hozzájuk, úgyhogy szeretnénk majd múzeumpedagógiai programot is tenni emellé a kiállítás mellé, úgyhogy igazából egy ilyen egész éves program fog felépülni mellé. És akkor ezen átadom a terepet önöknek, úgyhogy nézzék nyugodtan, mindjárt el fogjuk húzogatni a nét a széket, hogy hozzá lehessen ezekhez a vitrinekhez is férni, és akkor kellemes időt tartást kívánok.